Tényleg sporttörténeti eseménynek lehettünk szemtanúi 2020. június 20-án a Sion. Hihetetlen, de sokat megért atyafiak állítják. Ezen a folyón noha sokan kajakoztak és kajakoznak ma is különböző szakaszain, de egy valamire való hivatalos verseny soha senki még nem rendezett, legalábbis eddig. Az állítás már nem igaz. A 10 éves születésnapját nemrégen ünneplő Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesület valóra váltotta titkos tervét egy nem is akármilyen versennyel, és ezzel beírta a honi kajakkenu történetbe a Siót. Ez volt a karantén feloldása óta egyébként az első hivatalos kajakkenu verseny az országban. Több mint 20 egyesület versenyzői mintegy fél ezeren érkeztek, hogy önmagukat és az új versenyhelyszínt teszteljék a 2 és 7 kilométer közötti távokon kiírt futamokon. Most ki voltak éhezve már a kajakosok a versenyre. Valóban ilyenkor már egy jó pár versenyen túl vagyunk. Ez volt az idei év első versenye, ráadásul kuriózum volt, mert ezen a vízen még soha nem volt verseny. Nálunk se volt még verseny, és ez ilyen hirtelen jött ötlet volt. Akik itt vannak, azok dicsérik, azt mondják, hogy egy élmény volt nekik. A kölyök gyermek és a kezdő kategóriától elindulva egészen az ifi és junior korosztályban megtalálható világbajnokokig feltűntek sokan a mezőnyben. Sőt, edzői minőségükben korábbi olimpiai bajnokokat is felfedezhettünk, mind a Siógárdi Sióhíd alatti rajtnál, a tisztáson, vagy éppen már a célként funkcionáló Szekszárdi kajakkenu bázison. Na milyen a Sión kajakozni, kenuzni? Eléggé zavaró szélben tettük fel mi is a kérdést több versenyzőnek. Elsőként Őri Zsombornak, maratoni ifi világbajnokunknak, aki a síkvizen is ugyanezen a világversenyen ezüstérmet szerzett. Nekem személy szerint nagyon tetszett a verseny, hiszen folyt a víz. Mi, ahol edzünk, a Nagy-Dunán edzünk, ott is folyóvízen edzünk, és nekem a folyóvíz az jobban fekszik, mivel egy kicsit könnyebb húzni, mint az állóvízen, ezért nem kötök el annyira. A helyezkedés az amúgy is ugye vizezni próbáltunk, és nem nagy bolyok voltak, úgyhogy így nem volt akkora probléma. A rajt meg teljesen jó volt, ott elfértünk bőven. A keskenység, a folyó kisebb fordulatai taktikai szempontból érdekesebbé, változatosabbá tehetik a többi helyszínhez képest a Sion zajló versenyeket. Taktikailag lehet, hogy jobb is, mivel ugye keskenyebb, ezért a vízen jobban lehet robbantani, úgymond a robbantásokat visszaverni, mivel hogyha a part mellett van valaki, akkor ki tudja tolni a Duna közepére, vagy a Sió közepére, és így szerintem még jobb is, mint egy szélesság. Szintén a lágymányosiak kitűnősége osztotta meg velünk a véleményét, aki klubtársához hasonlóan az ifik legkeményebb, maximális 7 kilométeres távú versenyét esélyesként megnyerte. Hát a jó hangulat az teljesen megvolt. Ismét találkozhattam a versenytársaimmal, a rendezők is teljes mértékben gondoskodtak rólunk, kaptunk ételt, italt, még süteményeket is. Itt a táj nagyon gyönyörű volt, tehát élvezet volt ezt itt tevezni. Fontos, hogy a szél nem teszi irreálissá a Sion zajló versenyt, ami például Domborival kapcsolatban egyáltalán nem mondható el. Ez egy hosszabb táv, nincsenek ilyen 1-es-2-es pályák, de mivel nagyobb a hátszíg, ezért gyorsabban is tudunk menni. A Mamut mezőnyben természetesen ahány versenyszámban csak lehetett, elindultak a házigazda Szekszárdi Kajakkenu ese versenyzői is. A felnőttek között induló egyébként U23-as korosztályú Nagy Viki, Szekszárd legismertebb versenyzője, egy nagyszerű ezüstöt lapátolt össze, ennek ellenére meglehetősen ambivalens érzésekkel értékelte a futamot az ő szempontjából. Nagyon fura volt ezen a pályán versenyezni nekem, nem szoktam még hozzá. Fura volt, hogy versenyszituáció volt, hogy nem edzésként kellett erre gondolni. A verseny közben gondolkodtam is rajta, hogy úristen, fura. Érdekes, tényleg nem is tűnt fel, hogy én ezen nap mint nap ugyanezt a távot levezem lefele. Azért egy-két helyet így tudtam érezni, hogy még innen mennyi a táv, még innen mire számíthatok, de nem én diktáltam a tempót, ezért inkább arra próbáltam koncentrálni, milyen lesz, hogy mire számít, csak így a saját testem ügyileg, hogy fogom kibírni a versenyt. Egészen jól bírta Viki, csak a magyar felnőtt maratoni kajak egyik ásza, Célai Vörös Zsófi előzte meg, ő lett a győztes, ő ment gyorsabban nála az előírt távon.
Persze ezen a történelmi versenyen sokaknak nem is az eredmény, hanem a jelenlét, a részvétel volt a fontos.